8 óra 43 perc. Ez vasárnap mondható elég korai kelésnek. Eszter már előadásom van, de hagyott itt nekem egy üzenetet. Vagy hát egy rajzot. És most ez itt a lényeg, nagyon aranyos egyébként az egész. Ez a lényeg, ugyanis ma örökbe fogadunk délután egy kiskutyát. De most még gyorsan először bejelentkezek, és megvágom a tegnapi videót. Igen, az a helyzet, hogy elkezdtem vlogolni, és hát ez így is marad most egy ideig legalább. Na már nagyjából felöltöztem, most végzett az Eszter az előadással, és lent vár, vizem a boxot. Ebben fogjuk elhozni a kiskutyust. Kutyus! Na, öltözök. Jéjjá! Jesszusom! Kutyavívőbe vagyunk. Nagy nap ez a mai. Tip-tirip-tirip-tirip! Hello! Sikerült berakni? Sikerült. Csak már, jó, csak már az meg ráadásul a karácsonyi kis bőrönd ajándék. Na menjünk. Jó, most még a nő azt mondta, hogy neki négy után jó. És mennyi van? Így kettővel megyünk, és három. Ó. Oh. Akkor ráérünk, addig csinálunk valamit. Számnak a címe. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lacha. Nagyon szép az mögött a roncsoszlop mögött. De várjál, majd ide vágok valami tengerpartot. Most, még egyszer? De nem úgy. Na, csak így, hát ne a fejed búbját lássam közben, hanem így. Azaz, igen, tengerpart, nyár, meleg. És itt elmegy egy traktor. Tunaharaszti, és igen. Tunaharaszti. Na, szia! Fújj be! Tessék! Átvettük a pici kutyust, és most beraktuk a kocsiba. Eddig még sokat nem tapasztaltunk a személyiségéből, szerintem majd otthon kijön. Kóba érzed magad. Na figyelj, nem eszem a tetőt a fejed fölül, ne ijedj meg. Thank you.
Ludlá. Ki ez a kutya? Egy óra 31 éppen vágom a legújabb videót, és itt alszik a lábamnál, mondjuk most felkeltettem, cuki életem. 64 ezres izom vagyunk, mert egyébként olyan sötét van, mint a bűn. Hát elég nehezen megy nekünk most ez az alvás. Már a nyűszítés óta bent vagyok több mint fél órája. Nem, most bemaradsz. Ez Villám első napja itt nálunk, és már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bátor. Össze-vissza sétál és követ engem. Na gyere! Gyere! Hop-hop! Bármerre sétálok, jön utána. Jaj, de édes! Na, az eddigi tapasztalataink. Itt, amit már láthattok, az az, hogy a tükröket nagyon szereti, ott nézegeti magát, mindig neki nyomja az orrát, és azért néz ki így. Egyébként az éjszaka nagyon jól sikerült, kicsit vonyított még, de aztán bevittük magunkhoz, mert úgy volt először, hogy egy külön szobába alszik, de én nem bírt a kis lelkem azt hallgatni, hogy ott nyűszített. Nagyon tetszik neki egyébként a gördeszka. Szerintem az lesz a mai napi projekt, hogy megtanulunk gördeszkázni, mert én mindig is akartam egy olyan kutyát, akivel lehet gördeszkázni, így rááll és így megyünk. Szóval a ma délutáni programom, egyébként még kéne javítanom a szakdolgozatomnak. Nézd, 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 nézd! Imádlak, imádlak! Adj egy pacsit! Ja, azt még nem tudod. Oh. Ez az én kutyám lesz, már most érzem. Imádja a deszkát. Na gyere, buddy, megtanulunk gördeszkázni? Na gyere! Három, kettő, egy, indulás! Hátrafele! Oh-oh! Ez kicsit gyors volt. Visszaszállsz? Hát te nagyon ügyes kutya vagy. Az a helyzet, hogy egy gördeszkás kiskutyát fogadtunk örökbe, aminek én nagyon örülök, mert tényleg nagyon ügyes és bátor. Azt kell, hogy mondjam, az egész napos tapasztalataim alapján, hogy ez a kiskutya rendkívül okos, tehát nem kellett pelusra szoktatni, folyamatosan oda sétál és oda végzi a dolgát, ami most is éppen. Pisilni kell. Hát megmutatom. Nem túl gusta, de éppen pisilni volt. Nem kellett azzal foglalkoznunk, hogy pelusra szoktassuk, ami ugye egy szobakutyánál elég fontos. Ilyet van. Nagyon szereti a kis helyét, mindig ebben van. Mindig, mikor vágom a videókat, ott van a lábamnál, és azt szagolgatja. Hát nagyon szereted a lábamot, mi? Szóval szeretném, hogyha már tavasszal tudnánk úgy gördeszkázni, hogy ő is rajt áll. Szerintem az nagyon menő lenne. Így tényleg eddigi tapasztalataim alapján ez teljesen elképzelhető, ugyanis egyáltalán nem fél ettől. Főleg, hogy motorra jött, mikor átvettük, utána az autóban egy hangja se volt. Nem nagyon hagyja meg igazán semmi. Simán lehet mellette porszívózni, hát te semmitől nem félsz. Mondjuk még nagyon kíváncsi leszek, milyen lesz, mikor megfürdetjük, és hogy reagál a többi kutyusra. Minden esetre én megköszöntöm a figyelmet, remélem tetszett a videó. Hogyha van valami kérdésetek, ezt tegyétek fel komment szekcióba, vagy ha bármit mondanátok, hogy üzenjétek, azt is ott megtehetitek. Nem sokára találkozunk, addig is legyetek jó, sziasztok! Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say some.
She a dime, wanna make her mind. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime.